A Ludosi Szalma család földjeinek 30%-án őszi kalászosokat, 10%-án napraforgót, a megmaradt részen pedig kukoricát vetettek. Az ősszel vetett búza és árpa szépen bokrosodik, mondta el Szalma Barnabás. Ezeknek a kultúráknak nem ártott a szokatlanul hideg áprilisi időjárás. Azonban az elvetett kukorica csírázásának nem kedvez a föld alig 7 fokos hőmérséklete, mondta a gazda. Megmértük a talajhőmérsékletét a földnek, az olyan 7 fokos, hát ez nem épp jó a kukoricára, mivel 15 fok az ideális hőmérséklete, hogy csírának, csírá képessége jó legyen a kukoricának. Április elején kezdte a kukorica vetését Szalai Géza is. A tervezett magmennyiségnek 80 a már a földbe került. A napraforgó vetése azonban még várat magára, hiszen a vajdaság fölé áramlott hideg levegő és az eső félbeszakította a mezőgazdasági munkálatokat. A múlt héten átlagban 5 és 30 mm közötti csapadék hullott négyzetméterenként, így a felszín közeli talajréteg nedvesség tartalma 50 fölé nőtt. Palászosokra jó ránézni de azt majd a május tudja ö, kihozni, hogy majd ha kalászolásnál lesz. Inkább az is lesz a baj, hogy túl bokrosodnak, tehát túl fejlettek lesznek, és ha is elfogy a víz, akkor meg majd baj lesz, mert ez a víz ez nem sok nekik nekik egyenlőre. A most egy hétig kitart még az esőzés, mennyi vízmennyiséget, csapadékmennyiséget várnak a talajban, mennyi lenne az az optimális mondjuk rá az őszi kalászosoknak és a kukoricának is? A kukoricának a, arra nem kell még egyenlőre az eső, az annak meleg kellene. Tehát a, a 20 fok, nem kellene 25, de egy 20 fok. De ez, hogy 15-6 fok, fogalma nincs, hogy milyen kelésünk lesz. Tehát 15 fokba, hogy tud kikelni, és a gyomv ki, ki fog kelni, a kukorica is, ha kikel az olyan citromsárga lesz, és a gyomok nyőnek, nem tudjuk, majd nem tudom, hogy elküzdeni, hogy hogy lesz a gyomértás, már akkor mindig stressz okozunk még neki, hogyha továbbra is hűvös lesz, a gyomok, hamarabb kikenek a gyomok, majd mind a kukorica. A termelő elmondta, a kalászosokra az elkövetkező két hétben még 20 liter eső lenne az optimális. Ennél több csapadék esetén a búzának a szára ugyanis tovább nőhet, és ítéletidő esetén meg is dőlhet.